Mai műsorunkban riportot láthatnak Molnár Ferenccel. A csorna nyugdíjas életéről és hobbiairól beszélt. Molnár Ferenccel beszélgetünk, aki azt vallja, hogy az ember nyugdíjas korában legyen aktív, szellemileg és fizikailag egyaránt. Akkor élhet teljes és értelmes életet. Barkácsolással foglalkozol, verseket írsz, kerékpárral közlekedsz, ami nagyon egészséges. Mi volt az eredeti szakmád? Hát eredetileg esztergás szakmát tanultam, vagongyárba kezdtem az életet. Majd azt követően elvégeztem a győri Gyedlikányosba a gépipari technikumot, és gépész technikusként végeztem is. Az alapján éltem az életemet. Ebből az időből maradt meg a barkácsolás szeretete, hiszen az udvaron egy ragyogó szélkereket állítottál fel, ami szinte hang nélkül működik. Hogyan készítetted el? Hát szinte nem volt elképzelésem előre, csak úgy szinte kirobbant. És először megcsináltam, úgyhogy siklócsapágyeren módszerrel, műanyag csapágyakon, aztán bizony egy-két év után már nyöszörgött. Aztán úgy átalakítottam, most 7 forgótest van rajt, 2-2 golyós csapágyal. Így ebből a szempontból azért van az, hogy násztalál, hogy meg könnyedén forog. Csak az a baj, hogy a szélirányra túl érzékeny, itt már házsaroknál van. Tehát a szélirány az bizonytalan. Tehát ha egy kint lenne szabad téren, akkor ráállna a mindenkori szélirányra, itt meg sokszor imbolyog, mire megtalálja már, hol innét fúj a házsaroknál, hol onnét jön be a légáramlat. Tehát az fizikai törvényszerűség. De nagyon látványos. A kézügyességet is kipróbáltad, hiszen Bükkfürdőn készítettél az egyik szállal haljában kristályból egy feliratot. Hát az meg megint nem tudnám megmondani az eredetét, valahonnan hallottam ennek a kristálykészítési módszerről, és megragadt. És meg is tudom majd mutatni, már tettem már belőle egy mintának egy betűt. Hát ugye ez hosszadalmas tevékenység, minden betűt egyenként ki kellett formálni, és akkor azt egy olyan folyadékba beletenni, legalább 24 óráig vagy tovább bent tartani, megfelelő mélységig, ahova aztán a kristályok rácsapódtak. És ettől is akkor egyenként kiszenni, ráragasztottam egy vastag üveglapra, és akkor így lehetett a teljes szöveget kiképezni belőle. És akkor Bükkfürdőn egy verset is írtál. Igen, ugyanehhez, mert akkor mind egy tabló, ugye ennek a fürdőn, vagy ennek a szállodának 2 szállodája van, van egy 3 csillagos répce, ahova mi is járunk, és van, de ugyanannak egy 4 csillagos része, de mindegyik közel 200 szobás. De még csak annyit, hogy nem a 3 csillagosba helyezték el, hanem a 4 csillagosba, az előkelőbe, tehát elismerték. Hallhatnánk ezt a verset? Bükkfürdői varázs. Bút és bánatot akasszuk a szegre, induljunk fürödni, üdülni bükre. Nagyon sok ott a fiatal és ősz is, oda járok a feleségemmel én is. Sokat fájt a lábam és a hátam, enyhülést ezekre csak itt találtam. Merem is ajánlani mindenkinek bátran, kövesse példánkat télen és nyáron. A fürdőnek van még egy része, a hozzáépül szálloda, a répce. Vele megvalósult minden álmom, az utcára sem kell kitenni a lábam. A pihenést és a gyógyulást alig várom, egész nap a sok lehetőséget kihasználom, így derűsen telnek napjaim, s elmúlnak kínzó fájdalmaim. Kiszáradt itt bú és bánat a szögön, mert csodálatos volt minden bükkön. Vendégszeretetből magas itt a mérce, kimaslik ebből a hotel répce. Én már tudom, tudja meg hát más is, foglaljon helyet itt már is. 3 és 4 csillagos szobáiban fokozódik a szexuális vágy is. Molnár Ferenc aktív korában 10 évig az ipari iskolában elméleti szakoktató volt. Ezen kívül mivel foglalkoztál még? Hát ugye ipari tanulóként vagongyárban bent kezdtem a szakmát,
És ott is kezdtem a ipari tevékeny, mint szakmunkás. Aztán én a daruizámban voltam, az a hosszú utat kellett, negyed órás út volt a gyárterületén. És addig állandóan bömbölt a mikrofon, dicsérték a sztahanovistákat, minden. Hát én meg volt olyan meggondolatlan. Valakinek elmondtam azt, hát könnyű egy sztahanovistának lenni, hiszen ott van a mi műveinkben is egy sztahanovista, de annak 3-4 gépe van, rajta átképzősök dolgoznak, és ő számolja el. És persze megvoltak a több száz százalékos teljesítményei. És ez olyan világba került, hogy ez lett az indítékom. És akkor hol kerültél? Pécsre. Hát aztán az, hogy mire Pestről Pécsig zárt marhavagomba szemetes, abban minden volt. Abba vittek bennünket. Egy éjszakát, az maga egy. És ez milyen egység volt? Hát már ez honvédnak mondtak bennünket. Hogy nevezték őket? Már kiket? Akik oda kerültek, akik ezt a munkát végezték. Munkaszolgálatos? Hát nekik azt nem mondták, hogy csak oda tettek bennünket. Aztán ugye az egész, az ezeret parancsnokunk, azt itt térnék ki, Maléter Pál volt, aki országos viszonylatban az ilyen kiemelt, jó, elismert tevékenységűeknek volt az ezeret parancsnoka, és időnként ő lejött. Hát én amikor azt először megláttam, hogy a Frigyes laktanyában két épület volt szemben egymással, amikor én azt megláttam, hát elbámultam még ma is. Tavasz volt, már hosszú köpenyben volt, csipőre rakott kézzel, kiállt a másik épületbe, hát az egy elképzelhetetlen, tényleg egy kimondott katona volt. De amikor bejött a körletünkbe, az így nézett végig a felső ágyakon, tehát nem kellett elágaskodni. Aztán még ami volt egy ővel a kapcsolatban, hogy én akkor 4 hónapig kikerültem már, 2 hónapig voltam sikondai bányászanatóriumban, majdnem 1 hónapig Harkányfürdőn, a pécsi Honvéd kórházat is nyomtam, tehát kivettem a részemet az egészségügyi dolgokból. Na csak az, hogy közben, akik utánunk jöttek, a 35-ös születésűek, azokat úgy hozták oda, megmondták, nektek csak 10 hónapig kell itt lenni. És ők tartották magukat azt, hogy letálik, mit tudom, augusztusban, vagy valamikor a 10 hónap, ők nem fognak leszállni. Reggel bement az állítólag a teljes tisztikar. Hát látták a legénység szépen lemegy reggel, és hát akkor itt már semmi gond. Nem mikor aztán kiadták a gépkocsira. Akkor megtagadták a gépkocsira való felszállást, azt akkor fogdába rakták őket, és lejött a Maléter Pál. És azt mondja, egyenként minden kezet fogott, igazatok van, és nem kellettek leszállni. Molnár Ferenc Csornán több rendezvényen is előadta verseit. Többek között a csornai trianoni megemlékezésén 2017-ben, és a Csornai Íris Nyugdíjas Egyesület műsorán elszavolta Heteseim című versét, amelyet 77 éves korában írt. Velem sok mindent tettetek. Egy hetes koromban, Pólyában, Ringó bölcsőbe fektettetek. Ott kicsi kezeim már nagyon sokat kevertek. Hol békésen, csendesen, vagy felsírva bizony, keservesen. Aztán múltak hetek, évek, a bölcsőből kikerülve, ők keváltak. Ringtam az élet tengerén, hol jó, majd rossz áramlott felé. Nődik élve, újból egy hetes lettem. Iskolába kerülve hetes lettem, a tudásfájával is felkettem. Bölcsőt végleg elfeledtem. Tovább rohantak évek, évtizedek, amitől már 2 hetes lettem. Hajam őszület, lábam inog, egyre több fájdalom kínosz. 77 éve tovaszál, sok-sok emlék maradt rá. Szirt pereméről ne a mélyben néz, előre figyelj, merre mész. Intelem ez, de igaz. Sok esztendőt már kevés követ. Adj ki mindent, amit lehet, legyen az maradandó üzenet.
Van, ki amatőr gépet fest, vagy csodálatos szobrot alkot. Én tollammal csak karmolok, talán hasznos jövőre gondolok. Vége felé az élet alkonyán, a rögös úton megyek tovább. Nem mondd, hogy vége már, sok-sok év várhatnék rám. Várnám éveim, viszont fogynak, de reményeim nem kopnak. Ettől lobog az élet lángja, minden bele, hetet egy csapásra. Végül majd temetői sírontól, pislákoló színes gyertyalán, elkísér végső hosszú utamon, hetet hét világ, elmúló konában. Egyik versetben Maléter Pát is említetted, erről is írtál egy verset. Igen, amivel belefoglaltam, visszaemlékezve pontosan erre az emberi sebekre, amit áttéltem életembe, és amivel a bánya is bent volt, és ennek a címe Emlékezzünk. Honfoglalás óta sokat szenvedtünk, külső belső ellenségi évszázadokon át bizony sok vért is vesztettünk, de egymást a fegyver soha nem emeltünk. Honfitársainkat védelmeztük, s ha kellett, életünket is feláldoztuk, összetartó szeretettel követtük, s védelmeztük egymást, magyarságunkat ellenfeleink is csodáltak. Tekinteteinket fényes csillagként a hazaszeretet vezérelte, de a második világháború után ötágú vörös csillag követte, mely életünket tönkretette. Rettegés és félelem lett urrá hazánkot, börtönök lakói lettek, és életiket vesztették ki népünket szolgálat. A türelemnek is van határa, az elfolytott, megalázott érzelmek vulkánként törtek napvilágra, 1956 őszére népfelkelésként forradalmat nyújtottak lángra. Hazánk népe végre lelkesen, fegyvertelenén, boldogan gyűlt, s borult egymás karjába, ám a hatalom fegyverei, öldöklő tangjai kerültek útjába. Az élen járó garmadával megbilincsülve kerültek zárkába, irgalom nélkül a túlvilágra. Népünk szívszorító, elkeserítő, máig tartó bánatára. Köztük volt Maléter Pál is, ki ezred parancsnokon volt. Munkaszolgálatos koromban, sugárzó magas termeténél, csak a szíve volt nagyobb. Őt és mártért halált halt sorstársaik népünk ma is fájó szívvel őszintén könnyezve gyászolja, tettüket az Isten áldja. Az életed során kellemes és kellemetlen élményekben is volt részed, ezekről írtál verseket. Mikor kezdtél a versírásra foglalkozni? Hát, úgy őszintén, talán csak nyugdíjas koromban találtam olyan tudat, ami erre alkalmas lett. Az Aranypor térségi irodalmi folyóiratban is megjelentek verseid. Beszélj erről! Hát ugye oda rátaláltam és küldtem el verset, és jelentek meg belőle. Most is van náluk leadva, hát majd, amikor sorra kerül majd. Itt a nyár, itt a fürdőszezon. Úgy tudom, a Csornai termáról is írtál egy verset. Írtam, igen, egyet. Hát esetleg megpróbálom felolvasni. Csornai nyár. Nem kell távoli drága tengerpartig utazni, egzotikus tájakat kutatni. Vágyaink teljesülnek, amiért csak Csornára kell eljutni, csodálatos termálvizében lubickolni. Kicsinek és nagynak, őszülő időseknek vágyaik megvalósulnak. A gondtalan apróság a pancsoló medencében vidáman élvezi a nyarat. A felnőttek az uszodában uszkálnak, felpesdülve utána párjaikkal pajzánkodva bujkálnak. A nyugdíjas sem maradt tétlen, van még itt is, mi felébred, tudja, mitől szép az élet. Fájdalmuk alább hagy, akaratuk lángra kap, ennél jobbat máshol sem kap. Itt a nyár, és jön az ősz, élvezzük Csornán ezt az alkalmat, ne hagyjuk ki a csodálatos
napokat. Hát azt kívánom neked, hogy egyre több versenet is hallhassuk. Köszönöm szépen.